Kedves nézőink, a színházi jelmezek után most farsangi jelmezeket is láthatnak. Hát itt a stúdióban már jó néhány jelmez, illetve gyakorlatilag nem csak paravánon, hanem élőben is Marica jóvoltából megszemlélhetjük. Vendégünk pedig Kunné Nagy Katalin, aki egy jelmezkölcsönző tulajdonosa, szerintem sokan ismernek már a városban. Hát farsangtáján úgy gondolom, hogy folyamatosan nyílik az ajtó a boltotokban, és jönnek-mennek az emberek. Vannak trendek, amik mondjuk évről évre visszatérnek, illetve vannak-e újdonságok, vagy talán olyan dolgok, amit ről még te sem hallottál, és meglepődsz, amikor valakinek ilyen nagyon furcsa kérdése van. Mindegyik van. A visszatérő trendek az a retro, a Star Wars, a Disney, a mesefigurák. Az újak, az mindig, ami éppen megy a mozikba. Mint amit most látunk itt, ez a bohóc is, ugye ez a rainbohócunk, az, ami egy éve ugye kijött a mozikba, és ezt nagyon kedvelik. Amit a hölgy itt fölvett, ez a Gésa, a másik kedvencünk. Ugye ez a Gésa emlékkiratai című film. Igen, meg a Szulejmán, meg a Palota égküve, szóval mindez a téma, meg a keleti dolgok, szóval a fáraók, a kleopátrák, a görög istennők, ez mind olyan, ami vissza-vissza köszön, de mindig valamint egy picikét változtatni kell rajta, újítani kell rajta. Én úgy láttam már egészen pici gyerekeknél is, hogy olyan lányok inkább szépek akarnak lenni farsangon, a fiúk pedig mondjuk erősek, vagy félelmetesek, nem tudom, hogy ez megmarad-e mondjuk felnőtt korra? Nem. Nem? Nem, mert vannak olyan lányok, akik inkább ijesztők és gonoszok szeretnének lenni, meg harcosak akarnak lenni, a fiúknál meg inkább a klasszikus, ami jellemző, szóval kevés már a fegyver, olyan, amit mit tudom én, fegyver kell hozzá, amit a ninjához, a katonákhoz, inkább olyanok, amivel úgy ránéz az ember, és úgy tudja, hogy micsoda. És a felnőtteknél, mondjuk a felnőtt hölgyek és az urak, azok elcsúfítják magukat könnyedén ilyenkor, farsankor, vagy inkább a kifejezetten ki akarják domborítani a kellemesebb tulajdonságaikat? Azt veszem észre, hogy a felnőtteknél főleg az ilyen idősebb korosztály, amit így 40 fölött lehet na már most mondani. Sokan kikérik maguknak, hogy nehogy már 40 fölött idősnek számítson. Olyan értelemben, hogy ők visszamennek a gyerekkorukhoz. Aha. Szóval a régi mesehősöket fogják eszköznek használni, mint most megy a nagy horgásznak. Nagyon aranyos házaspár jött be tegnap, és akkor azt mondta, hogy a papa lesz a horgász, a néni lesz a kukaca, és akkor de annyira aranyosak voltak, és voltak, hogy 65 évesek. És mi is bevállalósak. Vannak, vagy legalábbis láttam kifejezetten olyan jelmezeket, amik meg ilyen nagyon erotikusak. Tehát a felnőtt hölgyek kifejezetten talán olyan oldalukat is megmutathatják, mármint a vonzóságuknak olyan dimenzióit, amit mondjuk a hétköznapokon, a munkaruhában nem lehet megmutatni. Így van. Ezek például a stewardessek, a nővérkék, mint a bíborosunk mellé mindig apácát visznek, de nem a hosszú ruhásat, a rövid szoknyásat. Viszik például a Robin Hoodot, de abból is csak a rövidet, nem a hosszút, úgyhogy minden a kalózokból is csak a miniszoknyás megy. Szóval kevés az, aki viszi a hagyományos klasszikus jellegűt, hanem egy kicsit olyan csajosabb, dögösebb stílusban. Igen, és talán ezeket ugye nem csak farsankor, hanem az év többi részén is szoktak olyan bulik menni, amik kifejezetten ilyen beöltözősek, vagy bizonyos tematika szerint kell beöltözni. Én azt gondolom, hogy az emberek egy része úgy van vele, hogy na jó, majd valamit turkálunk otthon, vagy a túriba, és akkor jó lesz az, és az utolsó pillanatokban pedig ugye fokozódik a nyomás, hogy úristen, hát ebben nem úgy nézek ki, mint egy nem tudom, hanem mint egy szörnyűség, és akkor rohannak a jelmezkölcsön. Igen, és akkor beesnek hozzánk, és akkor gyorsan kell valamit alkotnunk, meg főleg amikor nincs elképzelés, de valami kellene mondjuk estére, de akkor mindig hozzányúlunk a klasszikusokhoz, és az általában úgy beszokott nekik jönni. Ez azt jelenti, hogy próbálnak ott a igen. boltba? Igen. Tehát sokszor gondolom nem az első, hanem mondjuk a tizedik variáció. Meg a 20., meg a 30., és akkor utána kiderül, hogy mégis az első volt a legjobb. És kik azok, akik, hogy mondjam, nehezebb ügyfelek? A férfiak vagy a hölgyek?
Hát nem mondanám egyiket se, meg a másikat se. Általában az van, hogy anyuka kitalálja, vagy a hölgyek kitalálják, hogy na mi, milyen téma, és akkor apuka vagy rábólint, vagy azt mondja, hogy szó nem lehet róla. Belőlem akkor... nem csinálsz hülyét szívem. Igen, és akkor megy a vita. De olyan vegyes felvágott. Na hát ugye a házasság hetét üljük, meg a Valentin nap utó rezgéseiben vagyunk, azért reméljük, hogy a jelmezkölcsönzőben nem kapnak hajba azon, hogy ki lesz a horgász és ki lesz a kukac. Ha már itt a gése jelmezről szó volt, tényleg gyönyörű színek. Hát egy kicsit nehezen, de sikerült rá beszélni, hogy most fölvedd ezt a jelmezt. Érzed már az átlényegülést? Nem, igazából ez elég hirtelen jött ötlet volt, és szerintem nem is teljesen gésás, mert azért olyan sminket nem sikerült varázsolni itt pár perc alatt, de... Hát, igen, az ugye hozzátartozik, hogy a megfelelő. Igen, szerintem lényeges. Meg hogyha te választhattál volna mondjuk most, akkor a te egyéniségedhez, tehát hogyha mondjuk van egy ilyen beöltözős buli, akkor minek öltöznél szívesen? Nagyon régen nem öltöztem, úgyhogy fogalmas. És bár ez a gésajám, ez egyébként talán még tetszik is, vagy ezt úgy... Egy jó sminkel, egy jó frizurával szerintem. Szívesen fölvennéd, és kislánykorodban van ilyen jelmezemléked, hogy minek öltöztél? Cica voltam, azt hiszem legelsőnek, aztán pedig, ami már ilyen saját választás volt, az kötéltáncos volt. Ó, nagyon merész. Azt nagyon tetszett, igen. Nálunk előkerült egy kép, én törökbasa voltam, és még bajszom is volt, tehát egy kicsit illúzió romboló, viszont alátámasztom azt, hogy a lányok ugye nem mindig királylánynak akarnak öltözni, igen. És hasonló szépségeknek, hanem néha tényleg a végleteket próbálják. Ma a nagy divat az, hogy farsangon mondjuk egész osztályok beöltözzenek, és különböző koreográfiákra táncoljanak. Arra is fel vagytok készülve, hogy akár 30 ugyanolyan jelmezt elővarázsoljatok a raktárból? Igen, mert ugye mi táncruhával is foglalkozunk, és nagyon sok olyan téma van, amiben tudunk mennyiséget adni. Szóval sok egyformát, méretet tudunk adni, meg ha most arra van igény, hogy most, mit tudom én, volt most egy osztály, aki például Olaf lesz, a hóember, mert elkészítjük nekik, ha igény van rá. Akkor gondolom sok varónő dolgozik. Igen, teljes egymagamban, igen. Igen, akkor nagyon kreatív vagy, és van olyan, hogy egy jelmezre úgy rákattansz, hogy na ezt szívesen fölvennéd? Vagy amikor bezár a bolt, akkor ott a sötét próbafülkébe esetleg te is felöltesz egyet? Hát én nem, de a lányomat általában mindenre ráhúzom, hogy azért ezt vedd már föl, azt vedd már föl, úgyhogy ő van nekünk a kis manökenünk. Hát fölveszi, ő szívesen fölvesz, bemutat bármit. De meg ő is talál ki, hogy anya, most ez milyen jó lenne, ezt csináld meg, meg ezt biztos fogják keresni, és ez úgy általában bejön. Sajnos az időnk véges, egy utolsó kérdés jutott eszembe, hogy mi a legdrágább, vagy a legkülönlegesebb jelmez, ami most nálatok fellelhető? Vagy a legnehezebb? Tehát valamilyen, ami mindenképpen egy különleges. Hát ezt most így hirtelen nem tudom megmondani. A bohócot tudom most jelen pillanatban, mert ezért most verekedés van konkrétan. A kislányok körébe az unikorn is, ami a másik ilyen dolog. A felnőttek meg, hát a bíboros, már most sajnos a héten kellett készítenünk még kettőt, mert egyszerűen annyian szeretik. Na hát köszönöm szépen, hogy elhoztátok, és köszönjük szépen, hogy még feláldoztad magad itt a kisbabát is, egyébként elfelejtettük megjegyezni, hogy akár a pici kisbabát, gyerekeket is be lehet öltöztetni, nagyon kis cuki, főleg ilyen kis állatkás tipegőkbe, és hát reméljük, hogy mindenki megtalálja a stílusának megfelelőt. Egyébként nem rossz dolog, az ember mellett nagyon randa valami van, mert akkor sokkal jobb, mint hogyha egy szép nő mellett ül egy hölgy, jobban kiemeli az előnyös tulajdonságainkat.